Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt szűkszámban megjelentek, tisztelt képviselőtársaim. Most gyakorlatilag arról kellene, hogy a parlament vitát folytasson, hogy a állami termőföldek további értékesítésének dilemmával kapcsolatos népszavazást kírja az országgyűlés, vagy sem. Ehhez képest itt nagyon-nagyon szűk körben halljuk, vagy mondogatjuk el egymásnak a saját érveinket. Rubovszki elnök úrnak rögtön, ha megengedi, tennék fel kérdést és jeleznék valamit, hogy azt mondotta volt, vagy volt, tetszett volt mondani, hogy törpe kisebbségben van az a vélemény, aki csak 180 ezer aláírást tud összegyűjteni. Hogy kérdezem meg önök, hány aláírás gyűjtöttek össze a népszavazásukhoz? Ja, nullát, semennyit. Akkor az hogy lehetett kiírni? Hát önöknek nem kellett hozzá aláírás gyűjteni. Hát konkrétan mennyi aláírás gyűjtött be? Akkor aznak milyen legitimizációja volt, hogyha azt mondja, hogy ennek nincs. Második kérdésem, mint jogot értő emberhez, hadd kérdezzem el meg, hogyha a magyar jogszabályok konkrétan lehetőséget teremtenek arra, Rétvári Bence, nem tudom, szót kapott, vagy mondhatom tovább? Mondhatom tovább. Tehát összességében az a második kérdésem, hogy amennyiben a magyar jogszabályok azt mondják, hogy 100 000 aláírás fölött ide lehet hozni a parlament elé és lehet mérlegelni, akkor miért nem mérlegelnek? Hát akkor mondják már azt, legyenek szívesek, hogy mi az az ok, amikor átengednének egy nyelvet. Tehát akkor mennyinek kellene, akkor 199.999-re kéne lenni, hogy átengedjék? Vagy milyen témának kéne lenni, hogy ezen jogszabályi felhatalmazással? Nem azt mondja az a jogszabály, amit ön jobban ismer, mint én, hogy ha valami sikertelen, akkor ki kell dobni az ablakon, hanem azt, hogy az országgyűlés hatáskörébe adja. Ezt a hatáskört önök mérlegelés nélkül kidobják, és azt mondják, hogy erre ezeken nincs szükség. És nyilvánvalóan azért fontos ez, hogy erről beszéljünk, mert ezek a önök demokrácia kultúráját mutatja, hogy nagyjából mire számíthat az ország, és mire számíthatunk mi. Rubovszki elnök úr azt is mondta, hogy itt a pénteki nap folyamán a termőföld privatizáció lezárásával kapcsolatos jogszabályi terv országgyűlési határozat formájában be fog jönni, és önök szerint okafogyottá vált ez a népszavazás. Hát kérem szépen, szó nincs erről, hogy okafogyott. Hát miért lenne okafogyott? Hát most akarják gyorsítani a lopás mennyiségét. Most idáig ajánlattétel útján az NFA földjeit ajánlattétel útján 3 hektárig lehetett. Ezt viszonylag arcátlan keretek között 2013-ban önök emelték már meg. Akkor is ellenzéki tiltakozás ellenére 1 hektárról 3 hektárra, 3-szorosára, hogy ne kelljen semmiféle átláthatóságot teremteni, hanem valaki bemegy az NFA-ba, tesz egy ajánlatot, és annak az NFA elnöke odaadja a földet. Most ezt akarják 5 hektárra növelni. Hát kérem szépen, szó nincs arról, hogy önök le akarják állítani ezt, önök képmutató módon ezt állítják, miközben fel akarják gyorsítani, és egy nyilvános licitet akarják kizárni ennek az egész rendszeréből. És innentől kezdve kezdünk el beszélni arról a témáról, hogy érveljünk, hogy miért kellene a Magyar Országgyűlésnek igenis kiírni azt a népszavazást. Gőgös Zoltán képviselőtársam egy nagyon fontos dologra hívta fel a figyelmet, hiszen a termőföld privatizáció és az azt megelőző folyamatok egy nagyon fontos szemléletbeli változást okozott a ágazatban, ez pedig a tulajdonosi szemlélet erősödése a földhasználóval, tehát a gazdálkodóval szemben. Önök teljes mértékben kihátráltak a mezőgazdasági termelést végzők mögül, kihátráltak a termelők mögül, és lehetőség szerint a legtöbb jogot és lehetőséget most már a tulajdonosoknak adják oda. Ezért módosítgatják a jogszabályokat, ezért lehet kezdeményezni az aranykoronánkénti földhasználati bérleti díjnak a megemelését. Ezért van az, hogy önöknek nem az a fontos, hogy ki használja a földet, meg kitám belőle munkát, hanem az a fontos, hogy ki a tulajdonos. És nyilvánvalóan azért fontos erről beszélni, mert az egész nem történt volna meg, hogyha nincs először is a földforgalmi törvény. A földforgalmi törvényben ez volt az első bűnük, a sok közül, de most csak ugye nyilván birtokpolitikáról akarok beszélni, de ott ágyaztak meg ennek. Gyakorlatilag kinyitották a kiskaput saját ügyvéd haverjaiknak, itt is van ugye pont 2 ügyvéd, arra, hogy egy aranykalászos gazdatanfolyammal elmegyek, attól már rögtön földműves leszek, és vehessek földet. A termőföld privatizáció kapcsán, nem véletlen az, hogy közel 10% a doktori címmel jelzett vevőknek az aránya, mert alapvetően ugye ettől lehetséges az, hogy rózsadombi jogászok vásároltak a termőföldből. És nyilvánvalóan ez volt az első bűn. Jött a birtokpolitikában a második, 2011-ben földet a gazdáknak címmel elkezdték a bérleti rendszert. A bérleti rendszerrel nyilvánvalóan ugye mindenki tudja ma már, tehát hogy nem csak az ányjeljelentések szólnak erről, hanem számos sajtóorgánum és oknyomozás feltárta ezt. Odaadták a haveroknak a földet. Volt, amit, tehát konkrétan 20 évekre kötötték le a bérleti jogokat. Majd mikor beültek az új bérlők, és bejegyezték számukra a 20 éves bérleti jogot,
akkor önök kitalálták, hogy a bérleti jog mellé el is adják a földet. És ezt úgy, hogy előtte ennek a használatának a jogát lekötötték. Itt kérem szépen, ezt egyetlen egy szempontból lehetett, vagy egyértelme lehetett ennek, mégpedig az, hogy senki másnak ne legyen értelme megvenni a földet, bármilyen nyilvános licit is van, mint annak, akinek már önök adották bérletként. Hát alapvetően ez a termőföld rablás folyamata és a termőföld privatizáció, ami eleve bűnben született, és bűnben hajtották végre, és gyakorlatilag mindennek a folyamatnak a lezárásáról lehetne dönteni. Magyarországon a népszavazás kiírására nyilvánvalóan azért lehetne szükség, vagy azért kellene, hogy szükség legyen, mert önökre nem lehet rábízni semmit, mert nagyjából amit önök rábíznak állami vagyont, az vagy eltűnik, vagy elveszti közvagyon jellegét, ugye átalakul magánvagyonná, és onnantól kezdve magánvagyonokat gyarapít. Ugyanígy történt, ugye nyilvánvalóan ezt tudjuk a országgyűléssel, és ez is elvesztette népképviseleti jellegét, és beállt inkább a fideszes bűnözői családoknak a képviseleti szervévé és jogalkotási feladatainak ellátó szervévé. De most összességében arról kell beszélnünk, hogy van-e szükség erre a népszavazásra. Amellett szeretnék érvelni, hogy van. Alapvetően, hogyha egy normális kormány lenne az országnak, és a Földművelési Minisztériumban egy nagyon picit is kompetens emberek ülnének, és nem pedig szintén vidéki ügyvéd kollégáiknak adnák a szaktárcákat, akkor abban az esetben, hogyha... Hát alapvetően köszönöm a észrevételt Rétvári Bence államtitkár úrtól. Miért kell erről beszélni? Tessék már nekem megnevezni az agrár szakirányú végzettséggel rendelkező államtitkároknak a számát az FM-ben. Miniszter egy jogász, soha életében nem dolgozott, polgármesterként ténykedett. A földügyekért felelős államtitkár egy jogász, soha életében nem dolgozott rendes munkát, pártvonalon futott, így mondják idézőjelbe, mert csak a pártoknak dolgozott. Hát nézzük már végig, hogy ki foglalkoznak a szakmai területekkel. Hát persze, hogy azzal érvelek, hogy nem lehet rábízni olyan emberekre a vidéknek és az agrárimnak az ügyét, akinek közük nincs hozzá. Alapvetően a probléma azzal van, hogy a népszavazás pont azért kell ebben a témában kiírni, mert olyan végletekig elhibázott a birtokpolitika, hogy ami lehetőséget szerint megteremtette azt, hogy ami ellen 2010-ig folyamatosan küzdöttek, annak most a legnagyobb szekértolói legyenek. 2010-ig, ameddig a MSZP kormányzott Magyarországon, Font Sándor képviselőtársamat akárhányszor hallottam a kis és családi gazdaságokról hitelesen, korrekten megszólalni. Majd 2013 után, 2013-at követően, hogy elment Ángyán József a FM-ből, ez megfordult, és ugyanezek a politikusok elkezdték a nagy birtokoknak, az óriás birtokoknak a szekerét tolni. És gyakorlatilag ez a birtokpolitika az, ami miatt a népszavazásra egyáltalán szükség van. Ez eredményezi azt, hogy arról kell beszélnünk, hogy a birtokpolitika vonatkozásában önök olyan szélsőségesen kiszolgáltatták a vidéket, részben a munkahelyet teremteni nem tudó barátaiknak, részben azoknak az óriás birtokoknak, amelyeknek hatékonysági tényezők miatt nem is érdeke az, hogy létszámot foglalkoztassanak, hogy igenis joga lenne a magyar vidéknek és a magyar társadalomnak, főleg az agrártársadalomnak erről véleményt nyilvánítani. Alapvetően persze, hogy tiltakoznak ez iránt. Hát önök is tisztában vannak azzal, hogy teljesen rossz az irány. Tisztában vannak azzal, hogy az, amit elcsaltak és elloptak mindezekből a rendszerekből, az hiányzik a magyar vidék foglalkoztatásában. Hát ezt önök is tudják, nem véletlen nem akarnak népszavazást. Ha ettől nem kellene félniük, akkor minden további nélkül belemennének. Ezt ki lehetne piaccélokra használni, és bármilyen reklámfelületet érdemes lenne odaadni Rogán Antal miniszter úrnak a szomszédjának, akkor nyilvánvalóan ezzel a lehetőséggel élnének. De most jelen pillanatban ugye óckodnak ettől olyannyira, hogy ugye Fidesz pacsoraiban senki nem ül, és néhány KDNP-sel kell itt vitázunk arról, hogy hogyan szavazzunk erről a magyar vidék sorsát meghatározó kérdésről. A népszavazás kiírása mellett érvelek továbbra is. Alapvetően az állami földek, abban a mennyiségben, amiben még rendelkezésre állnak, hosszú távon is képesek vidéki munkahelyeket fenntartani. Abban a szétzüllesztett rendszerben, amit a foglalkoztatás terén önök teremtettek, alapvető lenne, hogy a közmunkaprogram átalakuljon úgy, olyan formában, amely termelni képes elsőleges munkapiacra alakul. És igenis, hogyha a elhibázott birtokpolitikából adódóan nem tudtak semmit tenni annak érdekében, hogy a családi kisgazdaságok megerősödjenek, akkor lenne az államnak feladata, hogy az ez irányú törekvéseket legalább az önkormányzatoknál, az önök által kezdeményezett, az önök által támogatott szociális szövetkezeteknél mondjuk lehetőséget teremtsen a foglalkoztatásra. De önöknek ez nem cél. Ezeket az állami földeket oda lehetne adni annak, aki azt vállalja, hogy a lehető legtöbbet foglalkoztat ezeken. Vetítsük le hektáronként, hogy mekkora foglalkoztatási létszám jön ezekhez a területekhez. Nézzük meg az önök barátaiknál, a fideszes szimboráknál, a helyi önkormányzati képviselőknél egy-egy településen, hogy mi történt a földekkel.
Hát 2011 óta, mióta bérbe adták ezeket, azóta gyakorlatilag kiadják bérbe a hasznosítása, bérmunkával elvégezhetik, foglalkoztatás nem jár hozzá, felveszik a támogatást, eladják, amit letermelnek, még a gyepterületek esetén is a szálas takarmányt, és ez tiszta haszon. Csak éppen a vidék nem nyert fel semmit, mert nem jött létre munkahely, nem teremtődtek olyan javak, amelyeket a vidék hasznosítani tudna. A termőföldről szóló népszavazás kiírása arról szól, hogy lehet-e ennek megállt parancsolni. Nem csak önök részére, lőhet itt még tovább kormány is, én ezt nem tagadom. Tehát nem csak az önök részére, hanem bármilyen magyar kormány részére a közös vagyont, a nemzeti vagyont, minden magyar állampolgárnak a tulajdonát meg lehessen-e védeni. A népszavazás erre adnak kötelezést Magyarország számára szemben azzal, amit önök most itt meglehetősen képmutató módon pénteken elébünk tolnak és az országgyűlés elé hoznak, hogy papíron le akarják zárni azt a népszavazást, közben meg fel akarják gyorsítani ennek a mértékét, hogy nehogy már nyilvános licittel kelljen licitálni, nehogy már átlátható legyen a rendszer, hanem ajánlattétellel, hogy lehet bemenni az NFA vezetőjéhez, ugye a hivatal meg sem marad, mert maga csak a föld alap marad meg, de hát hogy lehet bemenni mondjuk a biotopolitikai tanács elnökéhez, aki teljesen véletlenül a földügyekért felelős államtitkár az FN-ben. Ezt meg lehet akadályozni. Meg lehet akadályozni azt, hogy a magyar társadalom jövőjének és a magyar vidék jövőjének alapot adó termőföldkészlet közös tulajdonban maradjon. Ehhez lehet a magyar társadalom véleményét kérni, és ehhez kell a felhatalmazását kérni, mert miután önök erre nem képesek, mert érdekeik ezzel ellentétesek, hiszen azok a agrárbáró családok, akik önöket mozgatják, és a magyar vidéket eláruló magoszt mozgatja, az a nagy birtokrendszer, az nyilvánvalóan nem érdekelt ebben. Nem érdekelt abban, hogy munkahelyek jöjjenek létre, nem érdekelt abban, hogy a magyar vidék megmaradjon, mint ahogy nem érdekelt abban, hogy a kis és családi gazdaságok megerősödjenek. A népszavazás kiírása mellett minden szakmai év megáll, gyakorlatilag a közös tulajdon védelmét kell megvalósítani, és ennek megfelelően kell a döntéseket meghozni. Ahhoz kérem képviselőtársaimat, hogy ezt támogatni szíveskedjenek. Köszönöm a szót!